sok szeretettel köszöntök mindenkit, a képviselőtestület tagjait, kedves vendégeinket. A mai képviselőtestületi ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van a testületi ülésen. A mai ülés napirendje előtt szeretném elmondani, amit már rendkívül ülésen emlegettem, de itt is elmondanám, hogy ugye három belügyminisztériumi Wismayer alapra beadott pályázatunk támogatásban részesült. Ez a Zöld fa köz, a Hősök köz, illetve a Zöld fa utca rekonstrukciója. Ismert, hogy tavasszal volt egy nagy villámzápor, amikor a Hősök köztől kezdve a Zöld fa utcán át a Zöld fa közt elárasztotta a víz, leszakította a partfalakat. Mind a három projektet ellenőrizte a katasztrófavédelem, a kormányhivatal, a belügyminisztérium szakemberei, és megállapították a támogathatóságát. Akkor azt is jeleztem, hogy a negyedik pályázatunkról most még nincs hír. Már van, a Pihenő utcán levő támfal, megdőlt támfalra is elnyertük a pályázatot. Úgyhogy 2015-ben két minisztériumi döntés volt eddig, ahol Solymár már négy pályázatot nyert összesen 68 millió forint értékben. Folytatjuk az iskola rekonstrukcióval kapcsolatos pályázat ügyintézését is. A sportért felelős helyettes államtitkár úr személyesen tekintette meg a helyszínt, és a beruházás, mint kiemelt beruházás felkerült kormányhatározatban, ha jól emlékszem, kormányhatározatban az internetre is. Ez nem azt jelenti, hisz már kaptam iskolaigazgatóktól e-mailt, hogy ezt hogy csináltátok, kettős pont, vagy kérdőjel. Ugye ez nem azt jelenti, hogy megvan nyerve a pályázat, de azt jelenti, hogy jó úton haladunk, úgyhogy a tervezőket kértem is, a tervezés gyorsítsák be, amennyire lehet, és ha minden jó megy, lesz esélyünk jövőre a B épület teljes rekonstrukciójára. Szintén a belügyminisztérium írta ki hazai finanszírozású pályázatként az óvodák fejlesztésének pályázatát, erről majd még a ciklusprogram keretében fogok beszélni. Erre nagyon-nagyon kevés időnk volt, de elkészítettük, és a Magyar Államkincstár elektronikus felületére feltöltöttük a teljes pályázati anyagot. Reménykedjünk a legjobbakban. Ezek lennének talán a legfontosabb események az elmúlt időszakban. Kérem a képviselőket, hogyha kérdésük van az ülés végén, a napirendek végén tegyük fel. Kérdezem, hogy napirend előtt hozzászólása, bejelenteni valója van-e valakinek. Jahoda Bence képviselő, parancsolj. Köszönöm szépen. Olyan ügyben szeretnék szót emelni. Megkerestek elsősorban Kerekhegyről az utcatáblák kapcsán, hogy a német nyelvtani szabályok szerint, hogyha a vezeték és keresztnév szerepel az utcába, akkor a végén külön kell írni az utca nevet, a Gasse-t. Mivel nem vagyok németes, ezért utána jártam, és több német tanár is, és fönt Kerekhegyen azt hiszem a Budai Nagy Antal utcánál egybe van például. És azért szóltak, hogy valószínűleg nyomda hiba, hogy csak továbbítottam. Köszönöm. Köszönöm, ez biztos, hogy így van. Tehát mint a Johann Strauss Strasse, ez három szó. Tehát ez vitán felül áll nyelvtanilag, úgyhogy akkor ezt majd utána nézzünk, hogy javíts. Mind a három zenész, igen. A Gasse is. Köszönöm. Tordai Miklós képviselő. Köszönöm a szót. Volna egy többé-kevésbé közérdekűnek tűnő kérdésem. Van egy olyan előterjesztés is, ahol az előterjesztő a mai nap az egyik volt képviselőtársunk. Nem tudom, hogy ő milyen szerződés keretében és milyen minőségben dolgozik a hivatalban, lévén, hogy amikor utoljára erről szavaztunk, akkor úgy emlékszem, hogy a kabinet irodavezetői titulust nem szavaztuk meg, a polgármesternek nem választottuk meg,
és sejtéseim szerint egyébként ez ebben a tárgykörben az eddigi, ha ez a szerződés létrejött, akkor a legnagyobb összegű szerződés, amit valaha is, hogy már tanácsadói címszó alatt valamire kifizetett, milyen keret terhére, szeretnénk erről tudni valamit. Többen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bár kértem, hogy kérdést a végén tegyétek fel, de válaszolok. Nem látom, hogy bármelyik előterjesztő ne képviselő, bizottság vagy polgármester lenne. Az egyebekre pedig az SMS szerint írásban megadom a választ. Köszönöm. Térjünk a mai ülésünk napirendjére. A mai ülésünkön 11 darab előterjesztés szerepel a kiküldött napirendben. Ehhez képest én egy módosító javaslatot tennék. Az Immosán Magyarország Kft. Kérelme a beépítési hely módosításáról szól. Az előterjesztő a Településfejlesztési Bizottság, és mivel körünkben van Kaposvári Csaba főépítész úr, ezért javaslom, hogy ezt egyes sorszámon tárgyaljuk. Kérdem a testületet, egyetért a javaslattal, most lehet szavazni. Szavaztam, jó van. Egyhangulag elfogadtuk. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a napirendhez bárkinek módosítójavaslata van-e? Amennyiben nincs, akkor a mai ülésünk napirendjének végszavazása következik, most lehet szavazni. Tizenegy igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a mai képviselőtestület ülés napirendjét. Soron következik tehát 35/2015-ös számon az Immosan Magyarország Kft. Szabályozás és szervmódosítás iránti igénye. Az Immosan Magyarország Kft. Egyébként az Osan nevű áruházláncnak az ingatlanforgalmi beruházó, tehát a projekt cége, azért ilyen hasonló a neve, mint a térségünkben levő hipermarket. Kérdezem a elnök asszonyt, kívánsz hozzászólni, Angéla? Akkor én megadnám a szót Kaposvári Csaba főépítész úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Tehát ugye az Osan szeretne egy új épületet elhelyezni a birtokában lévő területen. Ez több különböző helyrajzi számon található ez az ingatlan. Több különböző helyrajzi számra és területre van felosztva. Ez a körforgalomhoz legközelebb eső terület, külön helyrajzi számon található, viszont az építési hely annak idején egy elég furcsa módon lett meghatározva. Ennek a területnek pillanatilag nem lehetséges így a beépítés, tehát több különböző kérésük van. Van egy építési hely módosítás, amit ugye lehet látni a helyszínrajzon, azt hiszem, hogy megkapták önök, hogy ennek a területnek csak mintegy egy ötöde az, ami pillanatilag beépíthető, ráadásul a telek egyik sarka az, amik erre alkalmas lenne. Viszont fizikailag alkalmas a terület egy nagyobb épület befogadására, tehát ennek megfelelően szeretnék azt kérni, hogy egy építési hely módosítással lehetőségük nyíljon arra, hogy oda helyezzék el az Osan vezetői központját, irodablokkot, illetve egy ilyen kertészeti áruházat. Tehát van egyszer egy beépítési vázlatunk, és van egy építési hely módosítási kérelmünk. Ennek egy részét tudjuk pillanatnyilag szerintem értékelni, tehát főépítési részről magát azt a kérést, hogy egy építési helyet jelöljünk ki a területen belül, ezt nyilván támogathatjuk, hiszen ez alkalmas az a terület erre, viszont azon a módon, ahogy ők kérelmezik, azt teljes egészében nem tudjuk támogatni. Arról van szó ugyanis, hogy ennek az egész területnek pillanatnyilag egy 10, illetve 15 méteres védőtávolsága van az utak miatt. Ezen a területen is, ugye a Szent Flórián út mellett ezt mi kifejezetten hasznosnak tartanánk, hogyha nem épülne rá egy egyébként 14 méteres építmény magasság korláttal megáldott terület. Ami azt jelenti, hogy ha az ő kérelmükben leírt 5,7 méterre kerülne az ingatlan határtól az épület,
rendkívül nyomasztó, kifejezetten nagyvárosias beépítést kapnánk, ami én szerintem kerülendő ezen a területen. Tehát semmi más nem gondolnánk helyesnek, mint azt, hogy tartsuk meg azt a 10 méteres védőtávolságot, ami az területre teljes egészében jellemző. Építészetileg ez minden gond nélkül megoldható, tehát úgy gondolom, hogy ez a vázlatterv, ez a beépítési látványterv, amit az építész kollega készített, ez arra szolgál, hogy egyáltalán el tudjuk azt bírálni, hogy itt milyen jellegű épületet óhajtanak elhelyezni. Nyilván építészeti véleményt erre a beépítési látványtervre pillanatnyilag még nem tudunk adni. Vannak olyan irányok, van olyan irány benne, amit jónak találunk, van, amit kevésbé. Ez majd akkor fog kiderülni, amikor főépítészi konzultációra, illetve tervtanácsi bírálatra fog sor kerülni. Első körben tehát én azt javaslom, hogy a védőtávolság betartásával támogassuk az építési hely kijelölését, mert ezzel lehetőségük nyílik a beépítésre. Tehát ez lenne, azt gondolom, az első pont. Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor az a javaslat, hogy a képviselőtestület a beruházó kérelmét az alábbi feltételekkel támogatja, az építési hely kijelölésénél a 10 méteres, az úttól való 10 méteres védőtávolság legyen megtartva. Tehát ez a határozati javaslat. Erről így tudunk szavazni akkor most, igaz? Köszönöm, akkor ezt teszem fel szavazásra, most lehet szavazni. Tizenegy igennel egyhangulag támogattuk. Más nem kell akkor ez egyenlőre? Azt hiszem, hogy Parancsolj. Azt hiszem, hogy a látványterv, illetve a beépítési koncepció építészetileg még nem kiforrott annyira, hogy ezt így értékelni tudjuk. Jó, azt nem is kell, mert először módosítani. Igen, köszönöm. Tulajdonképpen nem is kell, hisz ez még nem egy építési engedélykérelem, és még településképi véleményt úgy is kell mondanunk majd róla. Dr. Szentlári Ferenc képviselő. Köszönöm szépen. Csak tájékoztatásul szeretném megkérdezni, van ennek valami időtávlata, mikor kezdődik az építkezés, hogyan tervezik ők? Azon kívül van egy hozzászólásunk, de ezt majd utána. A beruházó cég kifejezetten sürgősnek tartja a döntést, tehát ha a szabályozási tervben ezzel a védőtávolsággal meg tudják oldani az épület elhelyezését és a szabályozási terv módosítása megtörténik, akkor azonnal szeretnének a projektbe belevágni. Nem? Ez tulajdonképpen elég régóta a levegőben volt, hogy az OSAN bővül. Ezzel számoltunk is, de most, hogy a nyakunkon van, feltétlenül számolnunk kell azzal, hogy nem csak a vasúti rekonstrukció, hanem ennek az áruháznak az építése is jelentősen megnöveli a közúti forgalmat. Tekintettel ugye a régi veszőparipánkra, a temetői körforgalomra, tulajdonképpen azt javaslom, hogy a közlekedési bizottságunk foglalkozzon ezzel az üggyel, hogy körülbelül mérjük föl, hogy milyen plusz forgalmat jelent ez. Ma már majdnem elviselhetetlen a temetői körforgalom forgalma. Most képzeljétek el, hogyha egy ilyen raktáráruház, ami kertészeti dolgokat fog tárolni, vagy árulni, és feltétlenül a szomszéd falvakból, településekből is elég sokan jönnek ide, szerintem bedugul Solymár. Tehát erre nekünk azt hiszem, hogy beszélnünk kell a közlekedési bizottságban, csak erre szeretném fölhívni a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen, a közlekedési bizottság elnöke hallotta, te vagy a tagja, úgyhogy valóban foglalkozzatok vele. Köszönöm szépen főépítész úr a segítséget. Következő napirendi pontunk a személyes gondolkodás nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 16/2013 önkormányzati rendelet módosítása, ami ugye gyakorlatilag a bölcsődei térítési díjakról szól, hogyha nem jogászul, hanem magyarul fogalmazzuk. Szeretsz mi? Parancsolj, Balázs. Köszönöm szépen a szót. Én a
baloldali ellenzék egy részének jelesül, jó magamnak a nevébe kérdezem, hogy ez a gép ez sokáig lesz, itt már le fog merülni a laptopom előbb-utóbb, nem tudom bedugni. Ügyrendi kérdés. Abszolút ügyrendi. Tehát nincs már több slotot? Nincs több konnektor. Akkor dinni kell... Ez a következő kérdés. Hozunk hosszabbít. Igen, igen. Már kapsz is egy hosszabbítót. Ma minden megszavazok cserébe. Helyes. Köszönjük szépen. Akkor legközelebb javaslom, egy nagyobbacska aggregátort helyezzünk el az asztalán. A helyzet a következő, a képviselőtestület 5 éves gazdasági programja, azaz a ciklusprogram előterjesztéséhez készítettem egy prezentációt, és ezt fogom előadni. Eredetileg ott szerepelt volna, de a TV felvétel miatt ott nem volt jó helyen, és ezért kellett nagyon gyorsan átrakni ide, úgyhogy elnézésedet kérem, hogy útban van ott ez neked. Jó! Intézményi térítési díjak. Tehát, ugye az intézményi térítési díjaknál az étkezés, illetve a bölcsődei ellátás díja szerepel. A bölcsődei étkezés számadatait látják a tisztelt képviselőtársak, hogy mennyibe kerül ez, mennyi normatívát adunk, mennyit teszünk mi hozzá, mennyit fizetnek a szülők, és én át is adnám a szót Dobrovkáné Dérborbának, a pénzügyi bizottság elnökének. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, megnéztük számszakilag az egész számítás adatait, tökéletesen jogosak és jók a számok. Az étkezési díjjal kapcsolatban egyöntetően úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk emelni, tehát az 560 forint per fő per napot megtartanánk. Az igazság az, hogy ezen a testületi ülésen mi a gondozási díjon egy picit emeltünk volna, de végül is visszavontuk az előterjesztést azzal, hogy számoljuk újra az adatokat, és most teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a személyi térítési díjon ne változtassunk, maradjon az 1000 forint, ami úgy oszli meg, hogy étkezési díj 560 forint, a gondozási díj 440 forint marad. Tehát egyetértek én személy szerint az előterjesztéssel. Köszönöm szépen. Tehát a lényeg az, hogy a döntésünkkel, amennyiben ezt nem módosítjuk, akkor a térítési díjak a jelenlegi szinten maradnak, tehát a napi térítési díj a bölcsődébe 1000 forint, amiből 560 forint az étkezés térítési díja és 440 a gondozási díj, így ez pontosan bruttó 1000 forint, ami eddig is. Köszönöm, kérdés van-e? Ha nincs, akkor határozathozattal következik. Tizenegy igennel egyhangulag jóvá hagytuk, és akkor most én átvonulnék arra a részre, és elkezdeném a vetítést. Hű, de hangos. Thank you.
a majom a vízbe. Istenem, mondtam, hogy ne szedjétek szét. Nem véletlen. Szétszették a filisztérbét, tehát mindenki. Köszönöm. Kedves képviselőtársak, ugye az önkormányzati törvény előírja a képviselőtestület számára, illetve a polgármester számára, hogy nyújtsa be a testületnek, a képviselőtestület eredetileg úgy szólt, hogy 4 éves gazdasági programját, de ugye bennünket már 5 évre választottak az új alaptörvény értelmében, tehát itt 5 éves gazdasági programot kell benyújtanunk. A ciklusprogram előzménye a 2010-2014-es ciklusprogram, talán 2 képviselő kivételével valamennyien itt voltunk, amikor ezt megszavaztuk. Úgyhogy én az első részében arról szeretnék beszélni, hogy mit sikerült ebből megvalósítanunk az elmúlt 4 évben. Megpróbáltam ezt úgy nagyjából a legfontosabb feladatokat egy táblázatban összefoglalni, ahol zölddel jeleztem azt, ami megvalósult, vagy döntő többségében megvalósult, sárgával az, ami részben megvalósult, pirossal, amit nem tudtunk megoldani. Ugye a legfontosabb problémánk az a szennyvíz hálózatunk fejlesztése volt, hisz Solymár mindig is nagy álma volt, hogy meg lesz a 100%-os csatornázása. Hát ez gyakorlatilag ugye a kerekhegyi hálózattal megtörtént, és most már csak egy hálózati elem van hátra, hogy a Krautgarten fővezeték cseréjét meg tudjuk oldani, ami inkább üzembiztonsági kérdés elsősorban, valamint a terület szabályozásának kérdése. Ezzel kapcsolatban annyit el szeretnék mondani, hogy már eddig 100 levelet írtunk az eljáró hatóságnak, hogy méltóztasson már vízjogi engedélyt adni erre a tavaly júliusban beadott engedélykéremre, mert még egy hangot nem kaptunk. Most kiderült, hogy nem is találják a kéreményket, úgyhogy kénytelenek vagyunk a slikandás mérnök úrral bemenni és segíteni nekik megkeresni, hát hogy mi megismerjük melyik. Ugye itt katasztrófavédelem, számos átszervezés volt, ez nagyon nehezen működik. Ugye felszíni vízelvezetés problémáinak a megoldása, ez az a tétel, amit még kiemelnék, ami valószínűleg még az unokáinknak is fog feladatot adni Solymáron, ahol ugye a település körül nincsenek övárkok, ugyanakkor a nagyon nagy tetőfelületek, beépített területek miatt óriási a lefolyó víz. Szép sikereket értünk el ebben is, hisz őszintén szóval már meg sem tudom számolni. Az előbb említett 4 vízmagyar pályázaton kívül talán 9-et nyertünk az elmúlt években. Sok-sok-sok 10 millió forintért építettünk patakpartokat, hidat, vízelvezetőket, stb. A balesetveszélyes csomópontok átépítésében is sikerült eredményeket elérnünk, bár nem látszik még, de szerintem a legnagyobb sikerünk ebbe az, hogy lenyomtuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési RT torkán, hogy a lehetetlen forgalmi helyzetként megtervezett saját ötletüket módosítsuk, és a vasútállomás környékén kialakításra kerüljön egy körforgalom. Aki arra járt, mi tegnap voltunk ott egy hivatalos műszaki bejáráson, végig sétáltunk egészen az új úton, már látszik a körforgalom, tehát ma az ágyazati kő le van rakva, már szép formája van. Óvoda bölcsödét is szerettünk volna kialakítani, ebből a bölcsöde EU pályázattal megépült, és a Kékovit sikerült megújítanunk. A napsugár óvoda felújítását még nem tudtuk megoldani, de tulajdonképpen ennek kiváltása az az óvoda pályázati program, amiről szintén a napirend előtt szóltam,
tehát be van adva. Amennyiben esetleg nem nyer támogatást uniós forrásból a következő évben, a Pest megyei önkormányzattól kapott híret szerint lesz ilyen jellegű felújítási pályázat. Vállalkozó övezeteket is nagyon sok éve szeretne Solymár csinálni, ennek legnagyobb kerékkötője szintén a vasútfejlesztés elhúzódása volt. Most, hogy meg lesz a vasút, kialakultak már a területek, várhatóan sikerül ezeket a vállalkozási területeket bevonni. És hát a Sportcentrum rendezvényközpont, ezek még befektetőre várnak, vagy olyan pályázati forrásra, ahol ezt meg lehet valósítani, ennek szabályozási kérdései vannak. Ezekről majd részletesen szólok, hisz ami egyáltalán nem valósult meg, azt ebbe a ciklusprogramba bevettem. Néhány kép, hogy megépítettünk csak szemelvények a Tersánszki járdát, a patak összefolyást a Várhegy utcában, a Várhegy utcai hidat, sokan ott voltunk az avatásánál, sosem lett volna Solymárnak saját erőből annyi pénze, hogy egy ilyen jelentőségű hidat megépítsen, de sikerült. Ezt mindig úgy szoktam apostrofálni, mint Solymár 300 éves problémája, hogy a templomtérről lezúduló vizek ugye a Párkány utcai telkekre ömlöttek rá. Nos, hát itt is elkészült a teljes vízelvezetés. A lakótelepi járdarendszer, aminek nagyon szeretnénk második ütemét ebben az évben megvalósítani. A Szent Erzsébet téri játszótér, illetve hát a nagyon zsúfolt templomtéri játszótérnek a bővítése, 101 néhány négyzetmétert tudtunk bővíteni, amit a műszaki lehetőségek, közművek, egyebek megengedtek. A Római Katolikus Egyház, aki ugye a tulajdonosa a területnek, abszolút partner volt a megvalósításban, úgyhogy nagyon szépen sikerült ezt is megoldani. És hát egy régi igénye volt a solymáriaknak, hogy a Kraugarten szabályozódjon, ami azért is fontos, hisz itt vezet át az a bizonyos fővezeték, aminek a cseréje még a kerekhegyi projekt része. Itt megvan a szabályozási terv, innentől kezdve a telek alakításokra fog sor kerülni. És hát azt is jelezném, hogy itt van az az önkormányzati terület, ahol Solymárnak lesz egy 1600-1700 négyzetméteres telke, amin mindenki gondolkozzon, hogy milyen közintézményt szeretne kialakítani, mert ez egy községi telek lesz itt nagyon jó helyen a sarkon, a patak mellett, a park mellett. Megépítettük ugye az Avar Cserje utcát, a Hutvejde régi álmát, ez a Major utcai támfalrendszer, ami mellett megépítettük a Major utcán az új szennyvízvezetéket is a közcsat beruházásában. És hát a Kékovi energetikai fejlesztése, most már ezek 3-4 év távlatából már nem is tűnnek olyan újnak, szinte nem is emlékszünk rá, hogy micsoda rusnya volt ez az épület. Én még emlékszem a gázszámlákra, abból az időből, mikor ki lehetett látni az ablakok résein, és ilyen pléből volt az oldala. Hát ez a 20 centi polisztirol vakolat, ez megtette a hatását, meg az új kazárrendszer, meg a vadonatúj ablakok. A legnagyobb büszkeségünk ugye a bölcsödénk, ami szintén megalakult, és azonnal gyakorlatilag teltházzal üzemel. És hát ugye a vasúti körforgalom, amit már említettem, amit felülnézeti képben látható, ugye így fog kinézni, ez itt a vasútállomás épülete, ez a buszforduló rész és ez a körforgalom, és ez lesz az az út, ami kivezet az Osan felé, ami Óbuda felé fog járni Solymár, hisz a vasúti átjáró meg fog szűnni. Azért mondom el ezt minden másik testületi ülésen, mert még ma is megállítanak az utcán, hogy most hogy lesz akkor, hogy akkor nem lehet átmenni majd a vasúton. Igen, ott nem lehet átmenni, tehát a jelenlegi vasúti átjáró meg fog szűnni, és azon a bizonyos felüljárón fogunk átmenni a vasút fölött, ami jól látható az Osan körforgalomból. Nézzük meg, hogy akkor milyen fejlesztéseket tervezünk, mit szeretnénk megvalósítani az elkövetkezendő 5 évünkben. Ugye ahhoz, hogy ezen el tudjunk gondolkozni, fel kellett mérni a lakosság igényét. Két solymári konzultáció történt. A másodiknak már elég komoly sikere volt, és elég sok válasz érkezett, ha jól emlékszem, talán 3-400 kérdőív válasz érkezett, illetve az internetes válaszokkal együtt.
Ebben a kérdésben, a Solymeri konzultációban 10 dolgot kértünk a Solymeritól, hogy helyezzék rangsorba, hogy mi a legfontosabb, tehát minél kisebb a szám, annál fontosabb a solymáriaknak. És hát minő nagy érdekesség, természetesen útjárda ez az első mindig, minden faluban egyébként szinte. Tehát Magyarországon ez az egyik legnagyobb probléma. Talán szerencsésebb lett volna, hogyha az uniós pályázatokban nagyobb hangsúlyt adnak az utak kialakításának. Emlékszünk rá, hogy uniós pályázatban gyakorlatilag csak nagyon szigorú feltételekkel gyűjtő utak fejlesztését támogatták. Egyetlen egy projektre tudtunk pályázni, a Kert utca megépítésére, azt el is nyertük és meg is építettük. Ugye a szakorvosi ellátás egyre problémásabb, közvilágítás nagyon érdekes, közel 1500 lámpatest van Solymáron, de továbbra is érkeznek közvilágítás fejlesztésre igények, és a felszíni vízelvezetés az ugye állandóan jelentkezik. Az áró pályázat keretében, ezúttal máshogy volt a pontozás, hogy emlékszem 1-től 6-ig, tehát most pont fordítva néz ki a sorrend, hogy melyiket tartották fontosnak, melyiket nem. Már egész érdekes voltak, bár itt inkább a nagyberuházásokra kérdeztünk rá. A lakosság legnagyobb többséggel, ez egy talán 700 fős mintán végzett közvéleménykutatás volt, tehát ezt már szakcég készítette, ezt a közvéleménykutatást. Az úszoda sporttelep fejlesztés volt a legtöbbet megemlített igény. Utána természetesen az út és járda, az, mint említettem, mindenütt alap. És érdekes, hogy a tömegközlekedés fejlesztése, itt valószínűleg ez alatt nagyon sokan értették úgy, hogy mikor lesz már kész a vasút. Tehát ez jelent meg kérdésként. Na hát akkor nézzük meg, hogy ezek közül a projektek közül miben, hogy tudunk haladni, milyen céljaink vannak. Óvoda bővítés. Mint említettem, erre a belügyminisztérium most kiírt egy pályázatot. Óriási szerencsé, hogy a pályázatban nem kellett még terveket bemutatni. Elég volt tervezői költségbecslés, tehát tervezési program alapján. Hát csináltam már életemben egy-két tervezési programot, de ilyen gyorsan még nem. De sikerült elkészíteni, és odaadtam egy kiváló mérnök csapatnak, akik egyetlen hétvége alatt valami gyönyörű szépet álmodtak, és elkészítették a méreteket, beméretezték, és be is árazták az épületet, egy viszonylag részletes költségbecslést készítettek. Ez a jelenlegi projekt, amit beadtunk, ezt a Györgyligetre kellett beadnunk, mert más olyan szabályozott terület nem volt, ahol intézményt elhelyezhettünk volna, és rendelkezésre áll a megfelelő négyzetméter. De lehetséges, ha ez a pályázat nem nyer, esetleg a Kraugartenba elhelyezni az épületet. Ehhez 1600 négyzetméter nem elég, tehát akkor hozzá kell vásárolni az önkormányzatnak területeket. Számításaink szerint hosszú távon 8 csoportra van szükségünk a jelenlegi 5 csoportos napsugároboda helyett, tehát ha óvoda építési projekt megvalósul, akkor a napsugárovodát, mint felújíthatatlant meg kell szüntetnünk. Egyébként a szabványok szerint az óvodáinkba kis túlzással fele ennyi gyermeket lehetne elhelyezni, úgyhogy mindenképpen csoportbővítésekre van szükség. Ugye jelenleg 5 csoport működik a napsugárovodában, 4 a kék óvodában és 3 a Lustiget-Zwerge óvodában. A 8 csoportot már majdnem most is be lehet lakni, de hogyha Solymár a Kraugarten beépülésével, a Györgyhegy beépítésével, a Hudvát alsó beépülésével, illetve a 4. tartalék lakóterületünk, a lakótelep mögötti barackos beépülésével eléri a végleges méretét, akkor biztos, hogy szükség lesz erre a 8 csoportra. Ugye itt áll akkor a rendelkezésre akkora intézményi területünk, ahol ez az épület elhelyezhető, mellette látható a bölcsödénk. Iskola átépítés. Azt hiszem, senkinek nem kell bemutatnom a B-épület, az egyköri napközi és óvoda épületnek az állapotát és minőségét. Az átépítés során a tervező megállapította, hogy a fő épületrész a Bajcsy-Zsilinszky utcai szárny megtartható, a Dózsa-György utcai szárny viszont teljes egészében elbontandó, és 8 plusz 4, tehát 12
tanterem kialakítására van szükség. Ebből 8 normál méretű, 4 kifejezetten nagyobb méretű tantermet tartalmaz a tervezési program. A tervezési programot is azonnal elkészítettük, amint ugye volt ez a bizonyos kormányhatározat, hogy várhatóan erre források fognak érkezni. Ez már tartalmazna tornatermet, aulát, közösségi tért, ami mind-mind nincs jelenleg a B-épületben, és hát biztos sokan tudjátok, hogy a B-épületben már csak az első 3 évfolyam van, hisz egyre többször indul, most már szinte kizárólag 3 párhuzamos osztály elsőben, tehát ma a negyedikesek fönt tanulnak az A-épületben. A Solymári Település Üzemeltetési Kft. Szakemberével és az igazgató úrral ilyen trükköket valósítottunk meg, hogy úgy bővítettünk kis tantermet, hogy falal leválasztottunk egy részt az étkezőből, akkor lett a sarkon a B-épületben egy terem. A következő mutatvány az volt, hogy a viszonylag nagy iskolai könyvtárat tantermé alakítottuk, és a felső zsibongóban alakítottunk ki egy könyvtárat szintén gipszkarton falazással. Tehát ugye vannak ilyen, nem akarom azt a csúnya szót használni, hogy gányolások, de ideiglenesen megoldjuk a problémákat, de a végleges megoldás az csak ez lehet. És hát természetesen kell akkor egy új étkező és tálalókonyha, mert nem azt mondom, hogy szeretem, ha meglátogat bennünket az ANTS. Az épület valahogy így nézne ki, hogyha valaki a műfáz ajtajában állna és ránézne, akkor ez lenne az épület fő tömege, tehát a Bajcsi-Zsilinszky úti szárny megmarad, az ablakkiosztásai is megmaradnak, és ez a szárny épül hozzá újnak. Udvarról pedig körülbelül így nézne ki. Itt a tornaterem, amely kijárást biztosítana az udvarra, az aula rész, illetve itt a 8 osztályterem, egy nem látszik, így alakulna ki. Néhány látványkép a belső terekről. Azt hiszem, hogy igazán szép munkát végzett a tervező. A tervtanács egyértelműen támogatta és nagyra értékelte az elképzelést, a bizottság is támogatásáról biztosította. Jelenleg az engtervek szerkesztése folyik. Orvosi rendelő. Látható, hogy a konzultáción a 3. kérdés legfontosabb volt, az orvosi ellátás. Sajnos orvosi rendelőre egyfajta pályázati program várható, újépítésre várhatóan nem lesz külső forrás, ez pedig a felújítás energetikai fejlesztés. Na most ebből is azért lehet jó dolgokat csinálni, hisz így oldottuk meg az ezüstkornak, például akadálymentesítés címén újítottuk föl teljesen annak idején az ezüstkort, akadálymentesítés címén újítottuk meg a polgármesteri hivatalt. Hát itt épületfelújítás energetikai fejlesztés címén lesz, ami ráfér az épületre, mert nem is tudom, melyik a nagyobb gáztemető jelenleg Solymáron, az orvosi rendelő vagy az iskola B-épülete, de mind a kettő szépen hoz a Gazprom konyhájára. A várható eredményünk az, hogy egy korszerű épületben végre kellő helyigényet kielégítve dolgozhatnak az orvosok, és a szakrendeléseknek is meg tudjuk teremteni a feltételeit. Ugye így néz ki jelenleg az épület, itt fölül a tetőtér idáig be van építve, ezek ugye a védőnői helységek, ahol most ugye mivel már 4 védőnői körzetünk van, itt is némi trükközéssel az üzemeltetés kialakított egy újabb irodát a védőnőknek, hogy valahogy elférjenek a tetőtér átépítésével. És ugye az épület teljes felújításával, ennek a résznek a szintén megemelésével és a tetőtéri rész belakásával teremtődne meg a lehetőség, hogy itt is kényelmesebben férjünk el. Sajnos új építésre úgy tűnik az elkövetkező években nem lesz forrás. Az útépítések és járdaépítések örök problémák, Solymáron meg mindenütt Magyarországon, az agglomerációban különösen, ahol nagyon sok a burkolatlan út. Ugye ezt a zábrát minden évben újra rajzolom, mert mindig elfejtem, hova teszem. De lényeg az, hogy lilával jelöltem azokat a belterületi utakat, ugye, amin nincs burkolat jelenleg. Itt megint felhívnám a figyelmet, hogy a szegény hútvejdeiek, ugye, azt mondja, ez itt az Angéla háza, ez az enyém.
Várja, hol a jegyző úr? Ő itt van. Itt. Szóval bőven van pormentes út. Most itt lenne Murányi Levente, akkor őt is megmutatnám. Várja, hol van? Valahol itt. Tehát lényeges mennyiségű a Hutvejdén, de mindőtt máshol a burkolatlan útjaink száma. És hát azzal sincs mit dicsekedni, hogy vannak olyan burkolt útjaink, ahol a burkolat állapota az elmúlt 30-40 évben jelentősen lepusztult. Hát ebből a legsúlyosabbak ugye a Mészégető utca, a Bocskai utca, a Koppány, Budai Nagyantal, Budaligeti, Gróf Karácsony út, Toldi utca, Várhegy utca, tehát ismerjük azokat az utcákat, ahol a burkolat meglehetősen előregedett, megsüllyedt, ezeknek a fejlesztése is mindenképpen szükséges. Nagyon fontos dolog, hogy alakítsunk ki gazdasági területeket. A mostani 2020-ig tartó Európai Uniós programoknak a nagyobbik prioritása ezúttal már nem az önkormányzati fejlesztések, hanem a gazdaságfejlesztések. Mert az az operatív programoknak az alapfilozófiája, hogy gazdaságfejlesztés történjen, ebből adóbevétel legyen, és a település meg az adóbevételeiből építsen utat. Tehát nem konkrétan ilyen dolgokra adnak pályázatot, hanem nagyon sok lesz a gazdaságfejlesztési pályázat. Milyen lehetőségünk vannak ebben az irányban? Megint behatárol bennünket az agglomerációs törvény és a szabályzási terv. Zöldmezős beruházásokra elsősorban azok a községi tulajdonú területek alkalmasak, amelyeket úgy hívunk, hogy az OSAN alatti területek, tehát ezek GIP, tehát gazdasági-ipari területben vannak szabályozva. Itt vannak magántulajdonok is, illetve községi tulajdonú területek, illetve gazdasági kereskedelmi besorolási területek is lehetnek. A másik az esetleges barna mezős beruházások, itt van a legkevesebb ráhatásunk a dolgokra, hisz ezek szinte kizárólag magánterületben vannak. Mindenki látta már biztos a Solymári Várból épületes látványa, Wienerberger RT szép nagy téglagyár épülete, 280 méter hosszú, 48 méter széles. A lebontásának a költsége is egy horror, de eladó, tehát bárki megveheti, hogyha esetleg szeretnétek. És hát ugyanilyen például a régi szénosztályozó területe Szent Iván és Solymár közt, a Rönk utca mögött, ahol szintén jelenleg régi ipari épületek vannak, de nincs semmi ilyesmi. Ugye általában ezeket hívjuk barnamezős beruházásoknak, mikor van valami elhagyatott laktanya vagy iparterület, és ennek a fejlesztéséről van szó. Általában egyébként a barnamezős beruházásokra szoktak lenni gazdaságfejlesztési pályázatok. Ugye említettem, ez az OSAN alatti iparterület. Ezen a műhold felvételen építkezés közben látható, ami most már gyakorlatilag aszfaltos út. Közlekedni még nem lehet rajta, de építési forgalomban. Tehát Solymára úgy fogunk jönni, hogy jövünk Óbudáról, eljövünk a benzinkút mellett, és itt átmegyünk a patak fölött egy szép nagy földbeépített csövön, majd a hídon, a vasút fölött itt, és erre fogunk haladni tovább bele a vasútállomás előtti körforgalomba, úgyhogy ez lesz Solymár megközelítése talán már júniustól. Egyébként a vasút befejezését most a júniusi menetrendi váltásra ígérik, tehát ez a negyedik időpont, ha jól emlékszem. Bízunk benne, hogy így is lesz. Csak hogy visszaugorj egy pillanatra, amiről az előbb beszéltünk, hogy a tévénézőknek és mindenkinek nyilvánvaló legyen, erről a területről beszéltünk az előbb, tehát ez a bizonyos kertészeti szakáruház ide épülne ebbe a részbe, és ahhoz kell az építéséhez módosítani, és ennek az útnak a 10 méteres távolságáról beszélt a főépítész úr. A szerkezeti tervünkben ez a terület még szintén gazdasági kereskedelmi terület, az azon túli már mezőgazdasági, gyakorlatilag teljes egészében magántulajdonban van, tehát innentől kezdve a magántulajdonosoknak a feladata, hogy ezen valamiféle
ilyen tevékenységet végre lehessen hajtani, mert ez ugye elsősorban a szabályozási terv kell és közművesíteni kell. A szabályozási tervben van annyi szerencse, hogy a szabályozási tervet azt most elkészítjük. Tehát a szabályozási terv, ha jóváhagyásra kerül, akkor ez hirtelen már tényleg gazdasági területté válhat, csak a közművesítésről kell gondoskodni. Hátránya a projektnek, hogy a természetvédelmi hatóság, illetve talán a földhivatal már kifogását jelezte nekünk, hogy ez túl értékes termőföld, vagy hogy hivatkoztak, hogy kivonjuk a művelésből. Hát mihez képest értékes termőföld? Én agrármérnök vagyok, szerintem nem. De hát mondjuk ezt majd leboxoljuk. Egy nagyon fontos feladatunk és régi feladatunk a vár környékének fejlesztése. Nem is tudtuk, hogy a Solymári vár milyen népszerű, egész addig még meg nem néztük a Solymári települési üzemeltetési Kft.-nek a jegybevétel számait, amit a várba eladnak jegyet, mióta ugye belépő díj van a várban. Itt, ami feladatunk lenne, a várhoz felvezető út megépítése, mert addig ott semmit nem tudunk csinálni, egyszerűen járhatatlan. Természetesen szükség lesz majd további régészeti munkákra, mindenképpen INTS előírás, fogadóépület kialakítása, mert WC-t biztosítanunk kell, ha belépőjegyet szedünk, tehát ezt is meg kell oldanunk. És ha ez mind megvan, és már olyan a várunk, akkor érdemes lenne erre programokat szervezni, ezt valakinek fel kéne vállalnia, nekem elég a majál is. A várban régészeti feltárás ugye két helyen szükséges még, a mélypince még nincs teljesen feltárva, de már majdnem az alján vagyunk. Jelenleg most nincs pályázat, eddig mindig pályázatból tártunk fel valamit, illetve itt a Galagonyás közelébe sikerült falakat találnunk, ott is volt egy épület, mint kiderült. Ezek visszaletek temetve, mert ugye az a legbiztosabb konzerválása a leleteknek, ha visszatemetjük. Tehát ezek még az elvégzendő régészeti feladatok. Hát aztán álmodjunk egy nagyot, Szalai Gábor mérnök úr egy fantasztikus rajzot készített, hogy Solymár vára valahol mikor hogy nézett ki. Ha valakinek van fölösleges 1-2 milliárd forintja, akkor szívesen látjuk, mert így lehetne eredeti állapotában a mi kis várunkat újjáépíteni, de már most is nagyon sok rendezvényt lehet rá szervezni. Most rendezünk egy zászlótervezési pályázatot, a Majálison lesz a díjátadója, ugye, úgyhogy bízunk benne, hogy itt is lesznek még fejlesztések. Ezt a csúnyaságot azért fényképeztem le néhány nappal ezelőtt, mert ugye itt az történt, hogy rájöttünk a földhivatali ügyintézőnkkel egy olyan 6 évvel ezelőtt, hogy ez egy út itt, ez a helyrajzi szám, és akkor azt térítés nélkül önkormányzati tulajdonba vettük, és találtunk rajta egy épületet, ami így a miénk lett. Akkor megcsináltattam gyorsan a tetejét, hogy ne rohadjon szét, de hát azért pusztult szegényke. Most a Solymári Település Üzemeltetési Kft. Így a tél folyamán, mikor úgyis van idejük, szépen ezt belülről kialakította. Innen az északi oldaláról lesz egy ajtó, ahol mosdó, WC, zuhanyzó lesz, és így a várnak a WC kérdését megoldjuk, most már ANTS biztosan. A többi helyiségben meg majd kialakítunk egy ilyen kis kulcsos turistaházat, és amit a Kft. Majd ki tud adni adott esetben az országjáró turistáknak, hisz a zöld turista főútvonal és a közép-magyarországi Mária út kékjelzése is elhalad ezen a ponton. Hát ami a nagyon nagy álmunk, az a főzőkonyha kiépítése. Ugye a képviselőtestület közbeszerzés alapján megbízta a közétkeztetőt, a Sodexót, és meg kell, hogy mondjam, nagyon sok panasz van az ételek minőségére. Az a helyzet, hogy most az utóbbi hetekben már ott tartottunk, hogy magam és megbízottam felváltva fel is jártunk ellenőrizni az étkezést, és megállapítottuk, hogy igazuk van a kritikusoknak. A csúcs az egy olyan sós gyümölcsleves volt, amilyet még én húslevesbe sem ettem. Nem tudom, szerintem elnézték, egy másik dobozból öntötték bele a fehér kristályokat. Az van hihetetlen, hogy nem akartam elhinni, azt hittem szórakoznak velem a konyhások, meg fölmentem, tényleg olyan volt.
Na, lényeg az, hogy ha ezt meg tudnánk oldani, van egy cégünk, nagyon jól meg tud oldani feladatokat, most is üzemeltet egy tálalókonyhát, meg tudnánk oldani a teljes solymári közétkeztetést. Egy főzőkonyhát kialakítani drága, üzemeltetni nagyon ügyesen kell, nagyon jó szakemberek kellenek hozzá, de ha jól csináljuk, akkor olyan sikereket érhetünk el, mint a Liget bölcsöde, ahol gyakorlatilag 50 milliliter moslék keletkezik naponta, mert a kiskölykök mindent megesznek, mert helyben főznek, tehát olyan a minőség. Én csikorgattam a fogamat, mikor a pályázat során néztem az árajátokat, hogy mennyibe került ennek a konyhának a kialakítása, még jobban csikorgattam a fogam, mikor kiderült, mennyi az üzemeltetése. Itt az előbbi döntésünkben láttuk azért is, hogy ezek a számok bizony magasak, és a normatíva kevesebb, de ez mindent megér, hogy normális étkezést kaphatnak a gyermekeink. Na jó, hát ez csak egy demókép, hogy milyen szép lehet egy főzőkonyha. Hát aztán egy nagyon régi álom Solymáron, amire nem tudom, engem nagyon sokan megkeresnek, nem tudom, benneteket megkeresnek, hogy legyen már egy középiskola Solymáron, hogy a gyerekek itt maradjanak, és itt végezzék el a gimnázium éveiket is, helyben tudjanak tanulni. Na most hát ugye középiskolát építenünk, fenntartani talán ugye nem is tarthatjuk fenn, működtetni valószínűleg szintén nagyon sokba kerül, de valamiféle alapítványi, egyházi, vagy még szebb lenne valamilyen nemzetiségi fenntartási intézmény, az nagyon jó lenne. Hát pláne egy nemzetiségi, ugye tudjuk, hogy milyen óriási sikere van a Schiller gimnáziumnak Pilisvörösváron, bár nekünk is lenne egy ilyen. Szeretnénk a lakótelepi fejlesztéseket megvalósítani. Ugye végre valára sikerült 8 éves álmom, hogy a lakótelepi közös képviselőket sikerült összehívni. Szinte valamennyit. Itt ültünk e körül az asztal körül legalább 30-an a hivatal szakembereivel együtt, és elmondtuk nekik, hogy milyen feltételekkel lehetne pályázatokat beadni, hogy a lakótelepen fejlesztések történjenek. Az a helyzet, hogy energetikai beruházási pályázat most is van kiírva, és elsőbb ezekre a célokra, de ezt akkor lehet beadni, hogyha az adott társasháznak működő jogi kereteik vannak. Na most ugye emlékeztek, hogy a költségvetésben egy embert félállásban felvettünk arra, hogy mivel a polgármesteri hivatal, illetve a jegyző úr felel azért, hogy ezek szabályszerűen működjenek, most egy jogász felülvizsgálja az összes 90-valahány társasházi szerződést, egyebeket. Van olyan alapító kirat, amelyik 70-valahányban kelt, és 1924-ben kelt jogszabályra hivatkozik, de nincs is aláírva. Tehát teljes a káosz a lakótelepen, viszont ahhoz, hogy egy pályázatot beadjon egy társasház, az az első dolog, hogy szabályszerű legyen a működése, tehát legyen KSH száma, stb. Jelenleg nagyon kevés adhatná be, és hát ugye elég szigorúak a feltételei. Mi meghívtuk ide azt a projektmenedzser céget, aki most már 8 éve dolgozik velünk, és körülbelül 1,5 milliárd forint értékű pályázatot nyertünk meg az elmúlt 8 évben, a Stratégiai Fejlesztési Központot, és összekapcsoltuk őket, hogy tudnak segíteni a pályázásban, pályázatírásban, projektmenedzselésben, hát én bízom benne, hogy itt megindul valami, mert lássuk be, az első Tersánszky úti sorház 1971-72-ben kezdett épülni, az nem ma volt. Tehát előbb-utóbb ezeket az épületeket nagyon-nagyon fel kell újítani. Költségi beruházásként pedig szeretnénk folytatni, a költségvetésben tartalékként szerepel a járdarendszer folytatását, ami azért is szükséges, mert biztos láttátok, szépen halad az út a vasúttól felfelé, és a járda már szinte fölért, úgyhogy már kötnünk kell lassan hozzá. Most egy oltári nagy bakit megint elkövettek, úgyhogy most megint a Slik András mérnök úrral naponta levelezünk és veszekszünk velük, mert valamit megint nem úgy csináltak, ahogy kellene, de megoldjuk. Hát ez egy távlati kép a lakótelepről, itt látod, hogy milyen szépen le van szigetelve, meg van csinálva a kékovi. Hát ez ráférne a Váci Mihály utca, illetve a Tersánszky úti kockákra is, nem beszélve a hőközpontos házikókról. Igen? Jó. Említettem a sportcentrum kialakítását, rendezvényközpont építését. Itt ugye ugyanott tartunk, ahol 25 éve.
ez bizony a PEMÜ-jé. Ugye a PEMÜ szívesen odaadja egy sok százmillió forintos áron, amit a község ugye sosem fog tudni megfizetni. Tehát a lehetőség az, amire a PEMÜ nyitott, hogy valamiféle közös pályázatot adjunk be. Én ezt többször tárgyaltam erről a vezérigazgató asszonnyal, és mondtam neki, ha én meglátok valamit, vagy ő meglát valamit, azonnal csináljuk, egyelőre semmi nincs. Vagy pedig valami befektető, valaki megoldja ezt a kérdést, de ezt a sportcentrumot át kéne alakítani egy tényleg egy modern szabadidőközponttá, ahol szálloda, uszoda, és hát lássuk be, azért a sportcsarnok is egy olyan épület, amire elmondható az, ami a lakótelepre elmondható, bár sokkal később épül, de elég korszerűtlen rendszerben. Ezt sem tudják sokan egyébként, úgyhogy megint inkább a lakosságot szeretném tájékoztatni, hogy a futballpálya, a kézilabdapályák, a panzió, a sportcsarnok, a teniszpályák, ez az egész itt, közel 7 hektár, és teljes egészében a PEMÜ ZRT tulajdona. Körülötte Solymár Nagykőség önkormányzata szerepel, 3-4 helyrajzi számon, körülbelül egy olyan 4-4,5 hektáros tulajdonnal. Említettem azt is, hogy egy úszoda projektre, egy tanúszoda projektre gyorsan beadtunk egy tanulmányt, mikor kiderült, hogy erre is várható pályázat, ezt is roham tempóban csináltuk meg. Ezt erre a területre tettük, mert ez legalább belterület, és ezen esetleg megvalósítható egy tanúszoda. Természetesen, ha valami nagy fejlesztés van, akkor ezt teljesen át kell kombinálni. Tehát figyelemmel kell lenni itt is, hogy néhány száz méterre itt a vasúti megálló, és ez a teljes terület, ez tartalék lakóterület, a valamikor régi barackos. Tájház kialakításáról lesz még szó a mai testület ülésen. Azt hiszem, ez is egy igen nagy sikerünk, hogy elő tudtunk rántani tavaly a zsebünkből 27 millió forintot, és megvásároltuk Solymár legszebb épületét a Dózsa-György út 6 szám alatt. Az épület állagának a felmérése az most folyik. Szintén egy komoly problémánk az, hogy a tűzoltóink nem tudják hova tenni a kocsit. Nem akarom magunkat, meg a lakosságot ijeszgetni. A solymári tűzoltók önkéntes tűzoltók, nem hivatásosak, de sajnos ugye a tűzoltókocsit azt nem lehet a hidegben tartani, mert belefagy a víz, úgyhogy a fecskendő nem tud télen vonulni jelenleg, mert nincs biztosítva a garázs elhelyezése. Tavaly elkészítettük a terveket és az engedélyeket, hogy a volt TSZ irodán a Mátyás 37 alatt ezt a háromállásos szertárt megvalósítsuk. A számítások szerint, ugye ez itt a Mátyás utca, ez. A számítások szerint valószínűleg a költségvetésben rendelkezésbe álló keretből meg tudjuk valósítani, mert az település üzemeltetési KFT-vel áttárgyaltuk az ügyeket, és a KFT a munkák nagy részét most már saját szakember gárdával el tudja vállalni, együttműködve természetesen a Solymári Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel. Ugye ez a három hatalmas nagy kapu, a három szerállás, ez itt pedig nem tűztorony, hanem az úgynevezett tömlőszárító, ahova fölhúzzák a vizes tömlőket, lecsöpögtetik és megszárítják, hogy ne rohadjon össze. Külső részén pedig remekül lehet gyakorolni a hegymászó cuccok, ereszkedőgépek, jumárok, egyebek kezelését a tűzoltóknak. Úgy van az épület megtervezve, hogy a felső tere egy nagyon nagy közösségi tér, tehát ez is egy több funkciós épület lesz. És hát ugye kell csinálnunk egy új szabályozási tervet, amit törvény ír elő. Agglomerációs településeknek határideje ez év vége. Teljesen felül kell vizsgálnunk mind a település szerkezeti tervet, mind a helyi építési szabályzatot, illetve a szabályozási tervet, és mint említettem, ez már minden területet figyelembe fog venni, az ipari területeket is. Ez a, biztos sokan ismerik, a település szerkezeti tervünk, területfelhasználási munkarésze. Ezek többé-kevésbé az agglomerációs törvény miatt kőbevésett dolgok, ami itt citromsárga, az mezőgazdasági, és az is marad, ami itt zöld, az erdő, és az is marad. A safozott területeken vannak bizonyos mozgástereink. Itt látható a 2017-2020 között a kormányhatározat szerint elkészülő M0-ás körgyűrű, a Solymárvölgyi csomóponttal, illetve az új Osan csomóponttal,
és hát ugye ez az az út, ahol majd bejövünk Solymára a vasútépítés miatt, és itt érünk a vasútállomáshoz. Hát én nagyjából ennyit mondanék el, ezek a tervek és célok. Még nagyon sok mindent lehetne, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, hogy mi mindent szeretnénk csinálni, de azt hiszem ezek a fővonalak, ezeket többé-kevésbé kijelölte Solymár Nagyközség településfejlesztési koncepciója, szabályozási terve, illetve a TST. Bízom benne, hogy megtaláljuk a forrásokat ennek megvalósítására. Köszönöm. Tehát, kedves képviselőtársak, 25/2015-ös számon írásban is benyújtottam Solymár Nagyközség gazdasági programját. Ez a 25-30 oldalas dokumentum melléklete az előterjesztésnek. Kaptam képviselőtársaimtól, Cserangélától írásban is véleményeket, ezeket beépítettem, illetve a Közművelődési Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta és tett javaslatokat, módosító javaslatokat, ezeket átnéztem és egyetértettem vele és befogadtam, tehát ennek beépítésével terjesztem elő ezt az anyagot. Most kérdezem a képviselőtestületet, hogy ki kíván hozzászólni. Amennyiben senki, akkor határozathozatal következik, most lehet szavazni. Tizenegy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőt jóvá hagyta 5 éves gazdasági programját.